Gigaberuházás. 280 új munkahelyet teremtenek a Kométánál. Böllér Fesztivál. 12 csapat mérkőzött meg Kőröshegyen. Fordulatos mérkőzés. A Miskolcot fogadták a kaposvári vízipólósok. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Kapacitást növel a kaposvári Kométa. A beruházás összértéke 31 milliárd forint, amelyhez az állam 11 milliárd forintos támogatást nyújt, így segítve a meglévő 733 munkahely megőrzése mellett 280 új munkahely létrehozását. Az ünnepélyes alapkő letételen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, a beruházás új dimenzióba helyezi a magyar sertéshús feldolgozást, így a cég a jelenlegi 44%-os export hányadát először 56%-ra, majd kétharmadosra emelheti. Elkezdünk egy több évek 31 milliárd forint beruházás. Majdnap elejezünk a új üzem alapkövet, és másfél év utána itt már lesz egy automatizált raktár, egy modern szeletelő és csomagoló üzemmel. Utána fogunk építeni az új húskészítménygyártóüzem, és 2025-ig fogunk bővíteni és felújítani a csontozó és a húscsomagoló is. Nálunk a Kométánál világosabb céljaink. 2025-ig a robotizálás és automatizálás mellett, mert próbáljuk könnyíteni a kicsi a munka, 280 új munkahelyet minimum teremtsünk. A jelenlegi 58 milliárd a forgalmunkat 2025-re 150 milliárdra emelni fog, és a exportot a mostani 25 milliárd a 85 milliárdra fog növelni. Túl vagyunk egy két éves pandémián, ami az összes borzalmával együtt néhány dologra rávilágította a figyelmet, többek között az élelmiszer előállítás fontosságára. És megtudtuk ebben a két évben, amit azelőtt sejtettünk, most meg már biztosan tudjuk, hogy az élelmiszer előállítása az stratégiai kérdés. Megtudtuk, hogy szuverenitás kérdés is, hogy elő tudjuk-e állítani az itt élők számára a megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszer. Megtudtuk, hogy önbecsülés kérdése is, hogy elő tudjuk-e állítani ezt az élelmiszert, és hova tovább, azt is megtudtuk, hogy nemzetbiztonsági kérdés, hogy elő tudjuk-e ebben a formában állítani mindazt, amire szükségünk van. Mindig volt húsüzem. Itt mindig volt tejgyár. Itt mindig készítettek tejet, sajtot. És itt mindig volt cukorgyár. És itt vagyunk most együtt. És a város történeti pillanat pedig azért város történeti, mert nem csupán a gyár életében, a város élelmiszergazdasága életében egy időben ilyen valamennyi beruházás még nem volt, mint amit most a magyar kormány támogatott. Ez a beruházás technológiai színvonalában és kapacitásában is elegendően nagy és magas színvonalú ahhoz, hogy Magyarországot az egész európai élelmiszeripar tekintetében egy magasabb dimenzióba, egy magasabb polcra helyezze. Most 2021, a tavalyi esztendő a rekordok éve volt a magyar gazdaságban, növekedés, export, munkahelyek és beruházások tekintetében is. De ezekhez a rekordokhoz a magyar-olasz gazdasági együttműködés rekordjai nagyon kellettek. És tavaly esztendőben megdőlt a magyar-olasz kereskedelmi forgalom rekordja, és megdőlt az Olaszországba irányuló magyar export rekordja is. Olaszország immár a negyedik legjelentősebb kereskedelmi partnerünk. A kereskedelmi forgalom 27%-kal nőtt tavaly, meghaladta 12 milliárd eurót, míg a magyar export 27%-os növekedést tudott szintén felmutatni, és 7 milliárd eurós nagyságrendet ért el.
Folytatódik a Balatoni Hajózási ZRT jelenlegi flottájának megújítása, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Az első hajót már a Dunára helyezték a komáromi gyárban. Az MTÜ megerősítette, még az idén mind a 4 új jármű megérkezik a Balatonra. Kiemelték, történelmi léptékű fejlesztésről van szó. Azt is hangsúlyozták, az állami 6,6 milliárd forintos tőkeemelésnek köszönhetően 2 45 méteres kompot és 2 35 méteres katamaránt szerez be a Bahart, mintegy 5,7 milliárd forintból. Kihirdették az év Balatoni Háza 2021 pályázat győzteseit, a megmérettetésen a Magyar Építész Kamara különdíját a Balatonboglári Kultúrház felújítása és bővítése kapta. Az 1939-ben tervezett épületet eleinte lengyel menekültek használták gimnáziumként. A II. Világháború utáni időktől működik kultúrházként. Az építész Por Péter, a belső építész pedig Tápler Kapinya Tünde volt. Az év balatoni középülete a Balatonfenyvesi gyermektábor lett. Az ukrán menekülteknek segíthetnek a Strandfesztivál bérletvásárlói. A szervezők a márciusban, áprilisban és májusban megvásároltakból 1000 forintot ajánlanak fel az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül. A rendezvény augusztus 18-a és 21-e között 10-szerre nyitja meg kapuit Zamárdiban, a MOL Nagyon Balaton egyik fő eseménye. A rendezők újabb világsztárokat és körülbelül 50 hazai fellépőt jelentettek be. A nagy strandon lép fel Sean Paul, a Clean Bandit, Alvaro Soler és a francia House DJ Kungst is. Korhelyleves, hurka, kolbász és oldalas is készült Kőröshegyen, ahol 10. alkalommal szerveztek böllérfesztivált. 12 csapat mérte össze tudását, a helyi és a környező falvak mellett Sóvárad, Kőröshegy testvértelepülése is jelen volt. Igazi falusi hangulatot varázsoltak hétvégén Kőröshegy központjába. A hagyományos disznóvágás folyamatát elevenítették fel a Böllér Fesztiválon, amelyen Sóvárad, mint testvértelepülés is képviseltette magát. Nálunk szokott lenni a hagyományos disznóölés, akkor készítünk káposztalélevest, korhelylevesnek is hívjuk ezt mi. Nem tudom, mennyire ismerős ez itt az önök környékén. Most már mondanám azt is, hogy tudom, hogy nem mindenütt gyakorolják ezt a fajtáját, és a hurkát, kolbászt, azt mi nálunk ugye egy picit másképp értelmezzük, tehát a húsból készült hurkát, azt kolbásznak nevezzük mi. A fesztivált már 10-szerre rendezték meg a településen. 12 csapatunk érkezett, az idei a 10. Böllér Fesztiválunk, sajnos a Covid miatt ugye pár évünk kiesett. Ez a Böllér Fesztivál most arról is szól, hogy volt egy olyan ember, aki ezt az egészet elkezdte annak idején. Ő sajnos meghalt, és ezt az ő tiszteletére rendeztük. Idén így a Böröcz József emlékverseny nevet viselte a program. A polgármester arról beszélt, a Covid miatt 2 év ugyan kimaradt, de ugyanolyan lelkesedéssel készültek a fesztiválra, mint előtte. 2020 és 2021, amikor sajnos nem tudtuk ezt a rendezvényt sem megtartani, és most, hogy talán már ennek a járványnak vége, és újra kell indítani az életet nagyon sok területen, úgy döntöttük, hogy megpróbálkozunk újra a Böllér Fesztivál megrendezésével. A tapasztalataimról csak annyit, hogy azok a csapatok, azok az ismerősök, barátok, akik az előző 13 évben már e rendezvény kapcsán is együtt ünnepeltek, szórakoztak és dolgoztak. A tegnapi napon mindannyian hiánytalanul megérkeztek Kőröshegyre, és ennél nagyobb öröm és boldogság. A versenyre nem csak helyi, hanem környékbeli települések is neveztek, de nem csak a nagymúltú fesztivál az, ami miatt híres Kőröshegy, ezt már a térség országgyűlési képviselője mondta. Komoly múltja, komoly hagyományai vannak ennek a rendezvénynek, és valóban igény van a helyieknek, sőt a környező településekről ideérkező vendégeknek is arra, hogy egy picit kieresszék a gőzt, jól érezzék magukat, és gasztronómia, kultúra kéz a kézben járva egymással valóban örömteli pillanatokat szerezzen a jelenlévők számára. És hát Köröshegyen vagyunk, egy olyan településen, 1400-an lakják Köröshegyet, egy nagy múltú településről van szó, amelynek a jelenét vizsgálva elmondhatjuk, hogy nagyon komoly fejlesztések valósultak meg. A Böllér Fesztivált hagyományosan egy bállal zárták a településen.
1503 új fertőzöttet regisztráltak tegnap, összesen 64-en vesztették életüket a járvány miatt. 2287 ember tápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen. Már több mint 6.399.000-en kaptak oltást, közölte a koronavírus.gov.hu. Hozzátették, az ország a járvány 5. hullámának leszálló ágában van. Csütörtök délután, pénteken és szombaton újabb oltási akciónap lesz. Fordulatos mérkőzésen, de csak úgy, mint ősszel Miskolcon, most Kaposváron sem bírtak egymással a csapatok a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiben. Bár mindkét csapat számára fontos lett volna a győzelem, és az utolsó percig nyílt volt a találkozó, a végeredmény 13-13 lett. A kaposváriak Vindis Ferencet köszöntötték a találkozó elején. A 621. alkalommal csobbant a medencébe Vindis Ferenc OB1-es játékosként. Ezzel a 43 éves sportoló megdöntötte Tiba Péter korábbi rekordját is. Bár az ünneplés akár doppingolhatta volna a hazaiakat, az első negyedet mégis a vendégek nyerték egy találattal. A nagyszünetre pedig 6-6-os döntetlennel vonultak a csapatok. A folytatás is sok gólt és hullámzó teljesítményt mutatott mind a két oldalon. Biztos, hogy jöttünk olyan ambícióval, hogy minimum pontot, ha nem pontokat vigyünk haza. Majdnem megvalósult. Az, hogy lehet, hogy az első fél időben mi tudtuk jobban kihasználni a helyzeteket, utána fordult a kocka, előnybe került a Kaposvár, visszajöttünk a meccsbe, sőt, még lehet, hogy lett volna, ha lett volna sanc még győzelemre, végül marad a X, és menjünk tovább. Surányi László ugyanakkor úgy látja, gödörbe került a csapata, amelyből egyelőre nem találják a kiutat. Amikor vezetünk 2-3 góllal egy mérkőzésen a végén, akkor le kellene tudni zárni, ahogy a Honvéd lezárta ellenünk. Egyszerűen nem, az volt az érzésem, hogy nem tudunk egyetlen egy támadást se kivédekezni. Tehát ami kapu felé ment, az mind gól lett. Se egy odaérkező ember, se egy blokk, se egy védés, tehát semmi, az ég adta a világon. Mondhatni, egy megnyert mérkőzést tudtunk döntetlenre menteni. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy igazságos az élet, ahogy visszakapaszkodtunk egy elveszített meccsen Miskolcon. Most azt érzem, hogy a Miskolc kapaszkodott vissza egy elveszített mérkőzésen. Igazságos a döntetlen, csak egyik csapatnak se ér sok mindent. A Kaposvár a hétvégén az UVS-e otthonába látogat, akikkel ősszel küzdelmes mérkőzésen szintén döntetlent játszottak Surányi mester tanítványai. Giga beruházás. 280 új munkahelyet teremtenek a Kométánál. Böllér Fesztivál. 12 csapat mérkőzött meg Kőröshegyen. Fordulatos mérkőzés. A Miskolcot fogadták a kaposvári vízipólósok. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap napos, derült idő várható, mindjárt jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Szép estét kívánok, viszontlátásra!